Na, szevasztok! Na, tegnap bemutattam a videó, vagyis a térképemet, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ma egy kicsit játszok is rajta, most már egy kicsit átfogóbban, jobban. A tegnapi bemutató résznél ezt a mentést használtam, amit törlök is most, és akkor elkezdem úgy játszani a játékot, ahogy a készítő, azaz én terveztem. Ugye, a részleteket elmagyaráztam, mint például a betöltő képnél is. Jó néhány dolgot bent fogok hagyni, vagyis hát használok módot természetesen, course play, és a többi, és a többi. No need to roll. Hát szerintem ezt is hagyom. Nem hagyom. Rollerezni kelljen, ha már rollerezhető. Raktam be saját módokat, ugye értelemszerűen van egy-kettő, ami egy kicsit át van mókolva a saját számíze szerint. Na várjál, kivettem az izét, azt kivettem, jó, stop full combine, jó van, megvan minden, mehetünk is. És akkor 99,9%-ba értelemszerűen cheatelés nélkül fogom csinálni. Ugye elmagyaráztam azt, hogy miért hagytam abba az előző amerikai térképet. Mondjuk úgy, hogy így dióhéjba, hogy nem felelt meg az én elvárásaimnak. Aztán úgy döntöttem, hogy ha már itt a saját készítésű térkép, akkor játszok én inkább ezen. Na, azért is nem folytatom azt a tegnapi mentést, mert nem állítottam be itt az alapvető dolgokat, mint például most az évszakos növekedést én ki fogom kapcsolni. Jó, hú, az maradhat. Várja, a mentést is kikapcsolom, mert elfelejtem. Igen. Kötelező időszakos szántás kell. Termény megsemmisítése. Igen. Jó, maradhat. Gyomok maradhatnak. Ezt kikapcsolom. A motorindítást, üzemanyag felhasználás. Alapértelmezett, és akkor így. Jó, egyszer ezt elmentem. Akkor beállítom a segítői módot is. Úgy, hát ugye ezt ugye minden egyes új térkép kezdeténél célszerű rögtön az elején már megcsinálni, hogy nehogy utána kellemetlenségek érjenek. Na, így. És akkor ez be van állítva. Jó, várja, még a course play-t kéne beállítanom. 50%-ra visszaveszem a bérezést, ahogy szoktam, automatikus javítás, 70%-nál, jó van, hagyom. Jó. Igen, haladó mód, inaktív. Jó, vagy jó lesz ez így. Na, aztán bele is csapunk a lecsóba, ugye bár. Na szóval, itt egyből betakarításra kész nekem a földem, mind a kettő. Mondjuk azt megcsinálhattam volna még mielőtt kiveszem az Easy Develop Control-t, hogy beállítom úgy, ahogy volt eredetileg, tehát hogy a másik földemen nincs termés. Na, erdje. Várjál, kicsit belekezdek, és akkor beállítom én ide a course play-t. Hogy jöjjön már segíteni, hogy várjál, hogy is kell? Ja, még egy picit beljebb kéne mennem, mi? Jó. Legközelebbi pont. Nincs útvonal, most majd lesz. Fordulók száma lehet 2, hogy tudjon fordulni. Ez
élesen forduljon, és akkor körbe, mivel nincs sziget, akkor egyszerűen útvonal tervezése. Uti. Jó lesz. Feladat elindítása. Erdje gyerek. Eredjé, azt haladjá. Így. Annyit fogok már most rögtön megcsinálni az elején, hogy a vetőgépemet én... Ja, várjál, nem is. A fölösleges dolgokat, amik vannak, azokat eladom, és a hasznos dolgokat, azokat viszont megveszem. Mondjuk az autó nekem abszolút, de fölösleges. Szerintem ez a Berena, ez 4 méteres, ez 4 méteres? Azt hiszem, azt raktam, igen, egy 4 méteres. Ezt is eladom. A vetőgépet úgy szintén eladom. És akkor várjál, még nem raktam be a fenét, úgyhogy azt nem is fogom. Az ekét, na várjál, hány lóvas a traktorom? Azt át kell mókolnom nekem, mert azt hiszem, hogy 175 ló, és ez viszont emelhető. Úgyhogy ezt mindahogyan meg kell csinálnom, hogy egy kicsit megnövelem a lóerőt. Baszki, meghagyta a szalmát. Na se baj. Ó, ezt ki kellett volna kapcsolnom. Na nem baj, gyerek, haladja. Most azért nem fogok bérelni hamstert, mert nem is raktam be. Vagy béreljek egy... Hát nem tudom. Lehet, hogy kéne egy kicsit bérelnem. Na mindegy. Azt mondja, hogy traktor beállítás. Nem csak a bolthoz raktam le járműműhelyt, hanem egy másik helyre is. Azt hiszem, tegnap a videóban megmutattam. Na várjál, most azon gondolkozom, hogy úgyis vissza kell mennem, el kell mennem a bolthoz, igaz? Tehát egy talajlazítót mindahogyan kell vennem. Mégpedig eztete. Ezt megveszem. Vásárlás. Nem mókolok rajta semmit. Ez nincs is molesztálva. Átmódolva. Tehát nem csináltam rajta semmit. Ugyanúgy van, ahogy gyárilag van. A vetőgépet azt egy kicsit molesztáltam. Azt matricáztam meg, multifruitossá tettem. De azon kívül csodát nem csináltam vele. Most a izét azt el kéne tüntetnem, igaz? Mert most ide nem kell. Így. Ó, baszódjál meg. Na, így. Erdje a bútba. Először nekem majd most a műtrágya szóró fog kelleni, ugye, és egy és egy henger, amivel a földet megcsinálom. Ugye sokszor a hengerezés az többet ér, mint egy szántás, de várjál, mert lehet, hogy azt hiszem szántani kell a földemet. Hú-hú. Mindjárt megnézem, mert van bent az a módolt ekém, ami ugye növelhető a mérete. Most ami van, ekém, váltaforgóseke, az 3,5 méteres, vagy 2,5 méteres, már nem is tudom. Majd mindjárt megnézem, ha elérek a bóthoz. Visszavettem az autók sebességét, úgyhogy így egész kultúráltan tudnak fordulni. Majd 90 fokos hívve is. Úgyhogy ez így jó lesz, és megfelelő időben megállnak, nem úgy van, hogy na akkor már föllögtek és akkor állnak meg. Nem erre. Ja, és hát értelemszerűen a tegnapi mentést azért se lett volna értelme folytatni, mert ott ugye, ahogy eltekertem az időt, hogy beérjen a környező fű, a növényzet,
elszáradt a búzám. Na és akkor itt is van egy járműműhely. Olyan. Konfirmáljuk a traktort. Azt mondja, hogy 175.220 lóerőig lehet, ugye? Igen, 220 ló. Annyi nekünk kelleni fog. Rendszámtáblán. 22.500 pénzért konfirmálható. Na jó, de az viszont akkor már ad neki kalóriát rendesen. Na és akkor meg is nézem az izét, az ekémet, még mielőtt ki nem megy a fejemből. Hajlamos vagyok rá, hogy 2,5 méteres, és akkor amit beraktam módot, az viszont, így most 220 lovas a traktorom, ugye? Ez így 4,4 méter, és 220 ló kell neki. Ez így szerintem teljesen jó. És én ezt, várjál, nem vehető kisebbre, igaz? Nem, csak 6 méteres van. 4-4, 4-8, 5-2, és arányosan nő a lóerőigény. Ez már nekem jó, a 2,5 méter helyett, akkor most ez így lett 4,4 méteres, 220 lóerőigényel, ne se baj, jó lesz ez. Mondjuk a súlyt azt itt kéne hagynom, mert akkor egyszer el tudom vinni a kettőt. Ugye a talajlazújtót is, meg a hogy hívják ott is. És úgyis vissza kell jönnem egy vetőgépért. Hoppá! Fölveszem az ekét előre. Hű, az anyját! Na mindegy, megpróbálom kiügyeskedni. Ami nem biztos, hogy össze fog jönni. Várjál. Nem es elhagyat, ugye? Oh, fasza! Jó van, akkor... akkor így viszont el tudom vinni. Ügyes legyél. Jó. Na. Na. Mondjuk nem értem, hogy miért. Jaj, a hátsó izére kellett volna raknom keréksúlyt. Na se baj. Majd lesz még rá alkalmam, még van annyi pénzem. Csak kiparkodni akarok egy kicsit, mert lehet, hogy a kombányos mindjárt reklamál, hogy jaj, üríteni kéne, komám. Bérmunkáz, várja, nem akarom megvárni, hogy ez itt bók leszon. Én eljövök itt a lombok alatt, mert hát lombaság a kárnyékában nem is lehet baj. Nem tudom, én tegnap kapott frissítést a farming, de nem néztem, hogy mit kapott. Hép, hülye, hát nem látod, hogy jövök ekével? Na most összekartoltam a dukkóját, szerencsétlennek. De hát miért nem figyelek oda, mi? Vagy ő miért nem figyel oda, hogy én jövök. Tudhatná azt, hogy jövök, meg hogy ez traktor, meg hogy Amerikában ilyen megtörténhet. Egyébként rohadtul szerettem ezzel játszani, főleg amikor végeztem a melóval, akkor én még nem játszottam a farminggal rendesen. Végeztem a melóval, és amikor mentem hazafelé, vagy valami, akkor szépen olyan jókat lehetett rajta játszani a telefonon, hogy ihaj, igaz, hogy az akkumulátort nem igazán kimérte, mint ahogy úgy általában egyik androidos játék sem a telefonokon, vagy hát
Na mi van, megberezeltél? Hogy nem merti, vagy hogy megálltál? Na a lényeg az, hogy utána vettem egy tablettet, aztán akkor azon is természetesen játszottam, de hát nagyon, nagyon szerettem ezt a játékot. Nem merek annyira költeni, bár mondjuk bent van az a mód, hogy bérelhető cuccokat tudok, tehát tudok bérelni cuccokat, amiket utána meg tudok vásárolni kedvező áron. Ide valóban le kéne raknom ezt az ekét. Várjál csak, mert ezt úgyis mindjárt használnom kell. Ide le is rakom. Jó. És akkor... Ja, hogy te már oda-vissza jársz. Aha, jó. Nagyon ügyes vagy. Na, én így jobban szeretem a beállításokat megcsinálni. De amikor hátrafordulok, akkor automatice forduljon a karakter. Ja. Így, jó. Akasszad le. Na és akkor most mindjárt beugratok a kombányba, megnézem, hogy meddig van. Kell neki pót? Aha, kell neki a pótkocsi mindjárt. Úgyhogy fel is akasztom. Vissza kell még mennem, kell még vennem egy vetőgépet. És akkor utána a súlyt is el tudom hozni vele együtt. Az a baj, hogy nincs mész szórom. Ami elég nagy gebasz nekem. Na várjál, most azon izélok, hogy ez a... Hogy hívják? Ez hogy van beállítva nekem? Azt mondja, hogy mutatja az útvonalat, jó? Hogy is kell az beállítani vajon, hogy nekem ne ürítsen menet közbe, hanem álljon meg, szerszám, automatikus. Ürítés csak álló helyzetben, ez az aktív. Jó. Így. Nekem nem kell, hogy menjen most. Azt a kurva. Főleg csővel befelé lesz. Remélem félreáll. Azt hiszem félreáll. Ah, jó van, ügyes ez. Ha, mit gondoltatok? Azt hittétek, hogy nem már félre? Ja, a gyerekek, hát... Nem is értem, hogy gondolhattatok ilyet. Hogy nem áll félre. Az eszköz megtelt 95%-nál, nem baj. Lényeg az, hogy szépen félre áll. Le kell róla venni a panyvát, ugye? Mennyi is az a csövet? Hova jön ki? Egyani. Nagyon jó. Valamibe elakadt. Éppen a Lada Manunk alakítja át ezt a Topliner docfár kis kombányt. Úgyhogy már várom, hogy mi erre sikerül neki megcsinálni. Nem tudom, hogy ki ismeri a Lada Manunkat, Lada Mant. Ő egy farming szimulátor. Még a farming szimulátor meg se jelent, hanem valami előző verzió volt, már akkor játszott.
Ezt itt ki lehet kapcsolni, így. Mondom, ki lehet kapcsolni. Addig rányomok a jobb klikre utána. Kicsit előrébb megyek, hogy ne legyen neki útba a pótkocsi. Annyit fogok majd most csalni, hogy a bolthoz nem visszamegyek, hanem visszaállítom a traktoromat. Mert hát itten vagyok én. Visszaállítás, így. Egyelőre megúsztam, nem kellett még semmit bérelnem. Mert még a pénzem engedi, hogy vásároljak. Na és akkor a vetőgépet fogom még megvenni. Gyomírtó, azon agyalok, hogy ebbe ugye lehet rakni folyékony műtrágyát is, és gyomírtót is. De lehet, hogy ki kéne lépnem, és be kéne raknom azt a tartályt, amiben tudok kapacitás 5000, amiben tudok rakni mi a fenét is, meszet és műtrágyát. Ez 6 méteres ez a kis John Deere vetőgép, és azt hiszem multifruitosra megcsináltam. Hát javarészt multifruit, nem minden növény van benne, csak az alap hozzátartozó növények, ugye? Így, és akkor mit akartam még? Ja, meg majd idővel kell vennem egy ilyen izét, kis önjáró fűkaszát is, főleg, hogyha akarok tehenezni is, mert hát mindenképpen tervezem a tehenezést. Jó, de most egyelőre még gondolkozom nagyon erősen a hamsteren. Na, itt van. Ez az. Hamster, ez a legkisebb, ez hány literes? 16. Jó. 30. Hát ez szerintem elég is lenne egyelőre. Én ezt, hogyha kibérlem. Mennyibe kerülne a bérlése? 1555. 1500. Nagyon ócó. Hát én ezt kibérlem. A szalmát sajnálom ott hagyni a földön. Na, hol a súlyom? Ott a súlyom. Le kell súlyozni az orrát, mert ahogy látjátok, az előbb is maradt. Az előbb is orra akart esni, úgyhogy még mielőtt el nem felejtem, a kereket is lesúlyozom. Szerintem. Hep. Azt mondja, hogy konfirmálás. Kerékmárka. Várj, akkor tegyünk már rá valami értelmesebb kereket. Ez még nulla pénz. Ez is nulla pénz. Jó, ez már mit tesz? Széles gumi plusz súly. 3200 pénzért. Oh, tökéletes. Konfirmáljuk. Így. Jó. Először el kell indítanom. Hát azt vágom. Azért a súly a keréken az sokat számít, és még mindig pénzemnél vagyok. Nem sokat költöttem. Az volt az első hátulütője, amivel most kibasztam magammal, hogy a vetőgépet úgy állítottam be, úgy raktam kezdőgépgyanánt, hogy volt benne vetőmag. Várjál, most azon agyalok, hogy én el tudnám vinni a vetőgépet előre, hogyha felcsatolom, nem? Bár mondjuk az túl extrém lenne egy kicsit. Vagy mégse? De. Ja, várja, itt van. Mindig elfelejtem, hogy a váltóra csak a izék vannak felrakva, és a csatolás meg a gépjármű váltás az le van cserélve. Eddig ugye úgy volt, hogy hogy a váltóra volt, a gombokra volt rakva az, hogy én át tudjak ülni egy másik járműbe, meg ilyen apróságok, és akkor most, hogy meg lett csinálva a váltóval, rendesen váltóként funkcionál, így most ezek a részek, hogy áttaboljak egy másik járműbe, azok nincsenek a váltón.
akkor így mindig vissza kell nyúlnom a billentyűzetre. Hát elég bután néz ki ez a pici hámster. Mondjuk rakhattam volna be egy nagyobbat, egy másikat, egy módot, ami még ki is néz valahogy. Arra mondjuk 17-ben például Sosnovskán mindig ez volt az első, amit megvettem a hámsterek közül. Ez a picike, bár ott azt hiszem 21 ezres volt alapból, nem 16 ezres, mint itt. Na, mi ez? Bérköltség. És ezt a hámstert nem fogom megtartani. Ugye, hanem csak annyi, hogy összeszedem a szalmát ezen a földön, és akkor már lehet, hogy a másik földön is össze kéne szednem, meg kéne hagyni, mert akkor, ha már kibéreltem, legalább az árát hozza vissza. Mert hát ahogy állok anyagilag, így most minden szajré eladásra fog menni, a szalma is, a búza is, minden termés, termény. Bár mondjuk szalmát azt lehet, hogy kéne hagynom a teheneknek. Nem tudom, hogy ez a siló, ez azt hiszem nem multifruitos, tehát nem biztos, hogy a szalmát beveszi. Én a padlást meg nem raktam le. Na de hát búzát majd lehet termelni, igaz? Egész jó néz ki ez a kis Massey Ferguson, attól függetlenül, hogy nem szoktam használni, én sem, és szerintem nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ó, oh, John Deere, ó, oh, mit tudom én, New Holland, meg minden más, csak ez nem. Eddig van vajon a kombány, nem kell még vinnem, ugye? Mondjuk egy traktort még kéne intéznem. Valahogy. Ja, hát bérelni. Ha, hülye gyerek, hát bérelni fogom, és akkor izé. Ha kibéreltem, akkor utána már mehet a vásárlás. Na várja, hogy is kéne mennem? Mehetek én itt így is, igaz? Így. Kicsi kimaradott, tegye meg a fene. Bár gyorsan tele lesz az a hamster, valószínűleg. Mert hát egy elég kicsi, hogy lehet forgolódni rendesen. Ah, milyen szépen fordul, oda néz. Nem gondolkozik azon, hogy beletolasson, beleforduljon a... Be nem takarított anyagba. Búzába. Iha. Kiszortad nekem az útra, te teketlen. De ki ám? Se baj. Mindjárt megnézem, hogy mennyim van, bár... Szerintem nem ad valami fényesen ez a föld. Lehet, hogy még be is fogja fejezni. Nem hiszem.
Ó, valaki pont a szalmarenden hagyta a pókocsit. Vagy 96%-on vagyok. Jó lenne, most hogy na mindjárt kiderül, hogy multifruitos-e a hüló. Ha nem, akkor pofára estem, aztán vihetem eladni. Hát ez itt nem elfogadott. Ajajaj. Na azt mondja, hogy szalma. Szemint szalma. Szén a szalma. Hű, bassza meg, nem is fizetnek. Júri Bojka fizet érte a legjobban, és ott is csökken az ár. Na se baj. Hát akkor irány a Bojka, gyerek. Szerintem otthon van. Mondtam neki, hogy számítson rám, jönni fogok. Valamikor, most azon izélok, hogy merre jutok el hozzá a legkönnyebben. De az eszköz megtelt. Ó, baszki. Na várjál csak. Így, né? Egyszer, várjál, nem így, így. Hol a pótkocsi? Ajajaj, ott van-e. Hát lehet, hogy ezzel a hamsterrel egy ideig jójózhatok itt. Mert elég kicsi. Két-három sort szedek össze vele, de hát se baj. Jó munkához idő kell. Kell szerintem ennél nagyobb eszköz ezekre a földekre, mint a kicsi vagy esetleg a közepes gépek. Mert teljesen felesleges. Közelebbi pont, jó. Hogy? Na, Bojka gyerek. Jövök. Megnézem, hogy érdemes elhordani egyáltalán ezt a szalmát. Várják, közben rá kell ám jönnöm, mert most, hogy őszinte legyek, már nem is nagyon tudom, hogy merre lakik. Júri Bojka. Na meg, hogy itthon van-e? Van-e nála? Apró. Közben lesem, hogy kijön-e, de nem. Akkor se jön ki átvenni a szajrét. Na mindegy, ha majd esetleg ti találkoztak vele, akkor üdvözlöm.
Ennyit kaptam érte. 1600? Ha-ho! Hülye lennék ott hagyni ezt a szalmát. Már úgy többet kaptam érte, mint amennyi a bérlés. Valamennyi volt a bérlés. 1111 vagy mennyi? 1100 számolhatok 1100-zal. Meg 1600, már itt van 500 plusz. Ugye vár. Na és akkor itt van a másik hőármi műhely, amiről beszéltem. Nyugalom, semmi gond. Nem mentem neki. Ne izguljatok ezen. Mondjuk fölösleges lenne most még másik traktor, vagy még egy traktor. Mert... ugye úgyse tudok még... amíg nincs összeszedve a szalma, addig úgyse tudok mit csinálni. Újha, a másikekét nem is adtam el itt vanni, várjál már. Azt hittem, hogy a régiekét azt eladtam. De nem. Így. Eszköz megtelt. Mi az, hogy az eszköz megtelt? Hogy telhetett meg? Most ürítettem ki? De zavaró, engem úgy zavarnak az ilyen fölösleges dolgok itt az ablakba. Hogy a képernyőn. Ja, várja. Így 87%-on vagyok. Úgyhogy még fér bele valamennyi, nem telhetett meg a kombány. Ezt kizártnak tartom. Egyelőre csak ide félre húzom, hogy ne legyen ott útba a renden, a szalma renden. Addig mondom, leállítom. Égyni, ja, hát nincs ezt tele, 10%-on van. Mit beszélsz? Miért nem indul be a kormányom? Miért nem? Ja, még benne ül a parasztja. De persze, hogy nem indul be. Így. Na most jó. Most jó, nem az aki. Mondom, miért nem bírom beindítani, hát azért, mert benne ült még ugye a segítő. Ide is kell csinálni egy korszplés útvonalat, aztán hagyj menjen. Ez a 10% ez bele is fog férni vígan. Itt a fák eléggé meg fogják nehezíteni a segítő dolgát, de majd megoldja, vagy megoldom. Várja! Inkább azért így kikapcsolom a izét, a rendezett szárszórást. Nem akarok ennyit hamsterelni. Na, legközelebb nincs útvonal, de mindjárt lesz útvonal, kétkari, éles, egyszerű. Útvonalterv. Muti. Jó. Feladat indításka. Két karélással mehetsz, komám. Így né. És
akkor ezt is el kéne vinnem, eladni valakinek, aki jól fizet érte. Búza, hát nem hiszem, hogy bárhol is jól fizetnek ezért. 835 vonatállomás. Hát akkor megyünk oda. Bár mondjuk a gabonamalom az közelebb van. Inkább oda viszem, aztán lehet, hogy akkor azzal fölverem a vonatállomásnak az átvételi árát még jobban. Várja? 806, ja, így né. Erdje. Következő részre szerintem berakom a kombinált izét, műtrágya szórót, amivel lehet meszet is szórni. Mert ez, ami alapból van, ezzel csak műtrágyát lehet szórni. Nem hiszem, hogy eladom, hanem inkább megtartom, és a másikkal azzal csak meszet fogok szórni. Egyni. Ez is egy jó darab föld itt a jobb oldalon. Ezni. 3-4 hektár körül van. Ezekhez a gépekhez teljesen jó ez a térkép, vagyis ezek a földméretek. Ide nem is kellenek nagyobb gépek. Hő. Na, curik hátra. Felesleges megtartanom, főleg a búzát. Haladjunk vissza, bár nem hiszem, hogy olyan gyorsan megtelne. És mennyivel egyszerűbb lenne áttabolni a másik gépbe, és már lehetne is szedni a szalmát, hamsterelni, de az túl egyszerű lenne. Még így is azon agyalok, hogy vissza kéne vennem a lóvét, mert gyorsan meg fogok gazdagodni. Ez meg itt lassítgat most a izé miatt, ugye ott a segítő benne a kombányba. Balra index. Aztán egy egész sort előzök a traktorral, oda néz. Az agyamat eldobom, csőgazsi. Nem ám 90-nel veszük be, jobbra kisívbe kanyart. Remélem nem fogsz elakadni itt. Ürítés, hogy állítottam ürítés álló helyzetbe, jó. Bassza meg, elfelejtettem, hát ez visszakapcsolja. Ó. Azért a szalmarend készítését. Na mindegy. Hát én nem fogom hamsterelni az egészet. Az tuti tutkó, főleg nem ezzel a kis hamsterrel. Bérelhettem volna egy nagyobbat is. De amilyen kevés ez a szalma,
Lehet, hogy hagynom kéne. Ujha, ez jó elbasz. Kezdtem. Hopsza. Elfelejtettem irányt váltani. Na, szóval ugye elmondtam azt, hogy hogy a legfőbb ok arra, hogy nem folytattam az amerikai térképet, az volt, hogy nem lehetett a kaszálót felszántani. Az viszont már betette a kaput, úgyhogy inkább úgy gondoltam, hogy régiót váltok. És amúgy is be akartam mutatni a saját térképemet, hát akkor majd most így módom nyílik rá. Még egyébként, hogy őszinte legyek, van egy gondolatom, egy régi, hogy is mondjam, olyan, csak úgy, mint ez a 14-es térképnek a elkészítése, van egy gondolatom 17-ből egy térkép, de azt is úgy elkészíteni, hogy saját ötlet alapján. Tehát a motiváló ötlet az már megvan, de és azt is értelemszerűen módhábra. De az még csak egy távlati terv. Aztán lehet, hogy az is marad, főleg, hogyha kiadják a 25-öt, mert akkor 20, vagy 24-et, mert akkor a 22-re már nem lesz értelme térképet gyártani. Olyan sűrűn forgolódnom, hogyha minden második sorra fordulok rá. Ugyebár. Na, a bolyka még mindig ennyit ad érte, vajon? Szalma. Ha még mindig a bolyka adja a legtöbbet. Vagy a kikötő, mondjuk a kikötő is közelebb van valamivel. Úgyhogy marad a kikötő. Na, legalább annak is lesz már egy kis forgalma. Azt nézem, hogy ez meg mindjárt tele van, mert már villog. Na, se baj, talán addigra visszaérek. Ugye ezt is ki lehet adni cosplaynek, mint ahogy a bálázást, meg a minden mást is. De hát teljesen felesleges, mert akkor én meg mi a lófaszt csinálok. Trabanduda. Ja, nincs bent az inside kamera se. Hát van, igen, egy-két mód az hiányzik, amit beszoktam rakni.
Amennyi publikám. Jó lesz innen is. A franc ebbe a szarba, hogy mindig itt van. Innen is jön egy kis lóvi a szalmázásból. 1600. Még nem írta ki, hogy tele van. Úgyhogy még van időm. Igen, csak jó emlékeket ébreszt bennem ez a térkép. Én úgy vagyok vele, hogyha mint ahogy már mondtam is, hogy nagyon jó volt csinálni, dolgozni az alsó szektérképen is, meg jó volt dolgozni például a Patakfalván is, de amikor elkezdtem rajta játszani, akkor jöttem rá igazából, főleg az alsó szegen, hogy hát én ezt már kijátszottam, sőt, kurva sokat játszottam rajta, 19-ben játszottunk rajta, mert mi régebben nagyon sokat multiztunk, és na most tehet meg. És akkor valahogy úgy elég volt most annyi, hogy ugyanazzal játszak én itt 22-be is, amivel annó játszottam 19-be. Hát most, mit tudom én, valahogy jó az újítás. Néha nem fogom elvenni tőle a kombányt. Attól függetlenül, hogy itt áll nem messze, hanem inkább oda viszem neki a pótkocsit. Mindahogyan kéne intéznem még egy traktort. Akkor tényleg lehetne tabolni, bár mondjuk nem túl realisztikus a tabolás, ugye? Van egy mód erre, no teleport. Azt beraknám, az jó kis kibaszás lenne, nehezít. Jaj, tényleg még a izét is be kéne raknom, a manuál atacsot. Az is jó lenne. Az használja, azt hiszem, a Marút völgye. Meg talán a... Ja, a Habhánál láttam még, igen. Hogy használják. És egy egész jó kis mód lett, mert kiforta magát. Most már annyira, hogy nem kell örökké eltávolodni a járműtől és visszamenni ahhoz, hogy tudjál csatlakoztatni. Mert ugye ott külön kell a vezetéket, külön a gardantengelyt, külön a vonórudat. És akkor mindig el kellett tizenyenom, főkapcsoltam a vonórudat a vonópontra, és akkor utána el kellett távolodnom a kombánytól, vagy a traktortól, aztán vissza, hogy föl lehessen kapcsolni, de most már azt megcsinálták, hogy már működik. Ha jól tudom. Ja. Hopsz. Előre felé. Erdje. Mondjuk van nekem egy fasz a kis hamsterem, amit mókoltam magamnak. De most már nem fogom berakni szerintem. Majd akkor inkább a bálázót rakom be. Ez a térképhez meg elég egy körbálázó.
Valamibe elakadt, mibe akadt el ez a suvernyák? Azt írtad ki az előbb. Ja, valószínű, hogy a villanyoszlop okozott neki gondot. De megoldotta ügyesen, jó van. Na most ezért is lenne gebaszos a no teleport. Most ez bent lenne, akkor szaladhattam volna oda, hogy na mi van gyerek? Mi okozza a problémádat? Van 114 ezrem. Igen, csak agyalok rajta, hogy kéne intéznem még egy traktort. Akárhogy is nézzük, a két traktor azért csak-csak jobb lenne, de hát majd összehozom. Hát nem is nagyon kell, hogyha azt nézzük, hogy mennyi szalma jönne le a két földön. Lehet, hogy még a másikat is be kéne gyűjteni, de nem. Ugrok én ezért a izéért, lehet, hogy inkább berakom majd a bálázót, és akkor a másik földről inkább bebálázom a szalmát. Mert akkor meg tudom tartani a teheneknek. Bár a teheneket még egy kicsit várok a tehenekkel, mert ugye ahhoz kell nekem leraknom egy mi a fenét is, egy trágyatárolót, ami 20 000. Várja már, ja, jó irányba jöttem, jó van. Ez az út, ez neki ment egyenesen a kikötő leadási pont kapujának, úgy ahogy most is. Sztyő. Jó. 1600 ugyanannyi. Akkor nem módosította még az árát. Gyuri Bojka meg nem képes kijönni, hogy kifizessen. Akkor lesheti, hogy mikor viszek neki szalmát még egyszer. Mondjuk pénzem engedné, hogy lerakjak már egy trágyatárolót, de mit adok enni a teheneknek? Csak fű az, hát mondjuk az is jó lenne, mert trágyát már adnának. Ugyebár. Az is már egy előnyt jelentene. Füvet, ja várjál, hát így is tudok, azt hiszem a szalmát tölteni az istálóba.
Úgyhogy egy hamsterrel bele is töltök szerintem. Jaja. Közben lesem a kollégát, hogy merre van. Aha, de már megint az út felől bóklászik. Jó van. Ott is van egy villanyoszlop, ha minden igaz. Remélem nem okoz neki gondot. Hamarabb végzek ezzel a szalma gyűjtéssel, mint ahogy terveztem, vagy ahogy be voltam tojva tőle, hogyha ő de sokáig fog tartani, meg kicsi a hámster, de nem olyan veszélyes. Ugye maga a földméret sem egy hatalmas, és ezt tényleg ezen a térképen el lehet jutni A-tól Z-ig. Tehát, hogyha végig akarod játszani, akár mind a 15 földet meg tudod venni, plusz az 5 kaszálót, hogyha jól csinálod. Mert hát az az igazi, amikor már annyira kijátszod a térképet, hogy szinte minden föld a tiéd, meg hát mindent el is érsz rajta, amit csak akarsz. Nem az, hogy játszol rajta két napot, aztán utána jöhet a másik térkép, mint az egyik kolléga csinálja. Azért jó, hogyha kitűzünk magunknak valami célt, mondjuk, mint ahogy én is kiszoktam magamnak tűzni az 1 millió eurót, bár mondjuk itt át kéne váltanom dollárra, ugye a Lauvét, mert hát csak-csak Amerika. Aztán itt az euró az nem igazán játszik. Ez gyárilag is itt volt, eredetileg is itt volt egy ilyen gépjármű szín. Egy féltető, de ezt sohasem használtam. Na várja, itt azt hiszem be kell menni a szalmát betölteni. Csak kérdés, hogy így, hogy nincs tehenem. Á, de így is engedi, jó van. Ezek is... nem. Azt hittem, hogy ezek a függönyök felnyithatóak. De nem. Itt megmutatja most nekem, hogy Nem, mert nincs izém. Csak egy tehén is szálon van, de azt nem mutatja meg, hogy mennyi szalma van benne. Na várjál, valahol... ja, itt írja. Aha, de a kapacitását nem mutatja. Még, csak akkor, hogyha lenne tehén. Mi az, hogy Kár 3%. Miben van kár 3%? A traktoromba. Hát megy már. Hát hogy? Hát nem is csináltam még vele semmit. Ha van benne 0,8 óra. Az, hogy egy kicsit megbuktattam, amikor fölvettem az ekét. A pofám leszakad. Na, te meg gyerek, szóljál! Hogyha tele vagy.
Nem is várja, nem veszem fel azt a szélsősort. Aha, az eszköz megtehet. Na éppen most beszéltem róla. Várja! Így. Gyere csak vissza. Úgy. Mindjárt várj egy kicsit. Ezért lenne jó egy másik traktor. Jó, ez meg nem, ezt kell nyomni. Így. Na nyissad azt a csövet, hogy lássam, hogy hova kell menni, bár elméletileg itt jó helyen vagyok. És gyakorlatilag is jó. Vérelni kéne. Vérelni fogok én szerintem még egy ilyen traktort. Kicsit álljál. Ígyni. Azt mondja, hogy közepes traktorok. Nem ez van. Ez van. Azt mondja, hogy legnagyobb motorral. A kereket nem tudom már, azt hiszem Mitas van. Mitas széles gumisúly. Ígyni. És akkor, hoppá, 170 ezer pénz, bérlés. Két egyforma traktor lesz, akkor legalább nem lesz vita azon, hogy melyiket is használom. Hoppá, nem izéltem hozzá súlyt. Ez kicsi. Ilyen. Várja, mekkora van? Egy ilyenem van, 650 kilós. 220 lóerőhöz, hát mondjuk kéne szerintem az a inkább 750, de ez olyan csúnya formája van, hogy ajajaj, bár mondjuk egy súlynak nem szépnek kell lennie, igaz, hanem jónak, úgyhogy jó lesz ez. Így. Azt hittem, hanyatt esik vele. Na mi van? Ez fordítva rakta jaj ide? Na pedig ne... Ja, én, ja persze, hát... Én vagyok a izé, hát úgy állítottam be az alada... vagy a vásárlási... a boltot, hogy boltnak, bolttal szembe pakolja le a szajrét. Így. Jó lesz ezt a vetőgépet megtölteni, mert ez 5000 literes. Egyetlen egy hátulütője van.
Mégpedig az, hogy nem lehet leengedni simán V-vel, mert akkor kinyitja. Tehát úgy kell ledobni. De hát ez legyen a legnagyobb gondja. Egyébként egy pofás kis vetőgép, és szerintem egy ilyen 6 méteres eszköz erre a térképre bőven elég lesz. Nekem legalábbis. Egyszer ezt a izét használtam már, hogyha emlékeztek rá, ezt a, amit az elején mutattam, ezt a kaszálót, ezt az önjáró kis hűkaszát, annó a Sosnovszka térképen, még amikor csináltam azon egy ilyen karrier sorozatot, aztán most úgy gondoltam, hogy jó lesz ez nekem most ide is, amellett, hogy le tudom kaszálni a birtokomon a füvet. Szerintem teljesen elég lesz ide. Kicsit megnöveltem a kapacitását 10 000-esre, úgyhogy bőven jó. Jó van, ügyes legyél, dolgozzál, figyellek. Ő most aztán kiveszi a zsebemből a pénzt, majd most megtöltöm a vetőgépet, megtöltöm a műtrágyaszórót, hogyha be lesz rakva a mész töltő, vagy mész szóró. Az is kiveszi a lóvét majd a zsebből a mész megtöltése. Na, a gombákat széttaposom. Nem levehető, várjál. Nem levehető ennek a, hogy hívjákja. Úgy, de tölt ki, írja be a felső sarokba, hogy töltés megkezdése. 5000, mennyi? 3600 pénz. Hoho, járekek. Na mindegy, egyelőre félre rakom. Mert hát ugye szántogatni kell mindenképpen először. Az nem az. Várja. Égyni. Ezzel a baj, hogy ledobni lehet csak. Aha, vissza kell jönnöm, jó? Töltöttem meg a műtrágyaszórót, na nem baj. Mondjuk azt se tudom még, hogy működik a bérelt eszköznek a megvásárlása. Várjál. Elméletileg ez. Várjál, itt van, hogy térképen visszaállítás, pucshassa, ez lehet az. Nem, nincs bent az a mód. Baszki. Lehet, hogy nincs bent az a mód. Jó, még várhatok vele egy kicsit. Pedig azt a módot mindahogyan be kell raknom, hogy meg tudjam venni a bérelt eszközöket, mert nehogy már újat kelljen vennem, érted, amikor már használom egy jó ideje.
kifizetem rá a gatyámat is, és akkor nehogy már az enyém, ne lehessen az enyém. Ráadásul megismerem, beválik. Lik. Már ezt a szélső sort azért csak főveszem. Úgy beesik. Meg akkor a másik földön is még talán azt a szélső sort azt fel tudom szedni, bár nem hiszem. Majd mindjárt kiderül. Jó, határozottan hasznos ide a Corsplay, szépen eldolgozgat két düllővel. Tök jó. Mégsem dolgozik 100%-os bérezéssel, mint a ház segítő. De hát így is megkapja a jussát. Aztán, hogyha nem tetszik, akkor megmondtam, adja vissza ezt is. De nem reklamál, látjátok, dolgozik. És nem is fogom egyelőre elhordani a szalmát, hanem mindet behordom, addig hordom az istálóba, még a százra nem tör. Akkor utána szépen veszek egy fűkaszát, ezt az önjárót, aztán mehet a tehenek. Ha már füvet adnak, bár meg kell leraknom egy ganyi tárolót. Nem is baj, teszek le egyet, biztos, ami fixa még van rávalóm. Inkább már most leteszem, hol van? Itt van hely. Azt mondja, hogy Silóknál van, ugye? Itt van 25 ezer, apukám. Hogy találták ki ezt az árat? Forduljál már. Átfedésben van egy másik tárgya, anya. Így. Ott adja, adná a hígtrágyát. Hát mi a gyászsal van itt átfedésbe? Itt, ide engedné lerakni. Jó van. Hát nem rak maga alá trágya textúrát, trágya festést, úgyhogy mi az festés? Igen, ez dagonya, az jó lesz. Ne. Így. Hogy azért legyen már egy kicsit hiteles. Hoppá, nem ezzel nagyítom, hanem a műbetűvel. Jó van, nem kell annyira lefesteni dagonyásra, mert vonja a lóvét rendesen. Így. Jó. Ó, nem kellett több szalma bele. A franc, nem baj. Csak pakoljon majd ide ganyit. Elég messzire rakta, engedte lerakni. Fölveszem ezt a szélső sort. Hú, bazd meg, ma másfél órája, mindjárt másfél órája megy a videó. Ajjaj. Akkor szerintem ennyi lesz mára. Várja, még azért megtöltöm a hamstert. Addig tud várni a kolléga.
Ha már itt a hámster, akkor használjuk ki, igaz? Hát nehogy már ne, ha de. Jó, ez tele van. Sztő. Baszki, ez is tele van. A franc. Ma mindegy, úgyis csak ide viszem a izébe. Malomba vagy a kikötőbe. Ho-ho-ho. Így. Na gyerekek, hát így nem fogom folytatni tovább. De hogy haladok tovább, ugye az majd már csak a következő részből fog kiderülni, úgyhogy remélem, hogy velem fogtok tartani a következő részben is, és amint megjelenik a térkép a módtávon, akkor remélem, hogy ti is élvezni fogjátok rajta a játékot, legalább annyira, mint amennyire én élveztem a készítését, bár igaz, hogy négyszer estem neki körülbelül nulláról ezt a térképet elkészíteni, de most már eljutottam odáig, hogy akár megosztásra kerülhet, részemről készen áll. Na hát, visszavárlak titeket a következő részre is, ebből sorozat lesz, készüljetek föl, nem menekültök, jók legyetek, szevasztok!